Kokorozé 2010-ben alakult hosszú hetény gyökerekkel rendelkező pécsi együttes. Dalaik finom elegyét képezik az alter, az etno és az indie rocknak, melyet átitat a hegedűvel megtámogatott népzenei hangulat. Zenéjükben megtalálható könnyed témák, mindemellett néha mélyebb dimenziókba is elviszik hallgatóságukat. A 17. Ördögkatlan Fesztiválon hozták a megszokott sikert. A Rokokorozé most már sok-sok éve állandó vendége az Ördögkatlannak, meg egyébként Pécs és környéki rendezvényeken, meg Budapesten is szoktunk fellépni. Hát azt mondom, hogy alternatív zenét játszunk, magyar nyelvű saját dalokat, inkább melankólikus, de azért vannak könnyedebb számok is. Hallgass engem nyugodt csendben, ne izgulj, ha nincs semmire. Saját szerzeményeikből 12 dalt adtak elő. Ilyen volt például a Békétlen világ is, ami nemrég jelent meg. A nagy kérdés, hogy ezek a lányok vajon hogyan verbúválódtak össze? Milyen ismeretség szálak kötik össze őket? A Rozi az már egy régebb óta benne volt így a fejünkben, és akkor a Rokokó, azt keresünk hozzá egy jelzőt, ami úgy feldobja magát azt a szót, hogy Rozi, és így lett Rokokó Rozi igazából. Már középiskolában volt egy zenekarunk, Alter Ego néven, és hát éreztük már a szükségét, hogy váltanunk kéne nevet, meg már egész más zenét is játszottunk, és így kellett végül is találnunk egy új nevet. Az indulatok hát hová visznek el, velük meddig menjek el, minek az oltáron égetnek el, hogy hamuvá váljak és porként szálljak. Hát hová visznek el, velük hová juthatok el. Mindannyian tanultak komoly zenét és szeretik a népzenét is. Gyerekkori kedvencük a Beatles, pécsiként pedig egyértelműen hatott rájuk a Kis Pál és a Borz, valamint a 30Y. Hatan vagyunk, többen rokoni kapcsolatban is, és egyébként iskolában is együtt jártunk, meg hosszú hetényből származunk többen, úgyhogy ez volt így a közös pont. Előbb voltunk barátok, és igazából lázadásként kezdtük ezt el pont a fiúkkal szembe, de most már ez nem annyira meghatározó számunkra, csak így maradt. A női együttes pécsi, valamint budapesti klubkoncertjeik mellett olyan fesztiválok fellépője is volt, mint a Pécsi Egyetemi Napok, az EFOT, a Művészetek Völgye, az Ördögkatlan Fesztivál és a Sziget Fesztivál. Az együttes bemutatkozott már a 30Y és a Nem Juci előzenekaraként, valamint koncertezett Olaszországban, Szlovákiában és Lengyelországban is.